Zay Balázs, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatója tartott előadást az intézményben Szekszárdon. A szakember a megújuló energiák, a napenergia technikai akadályairól beszélt. Európa azt tűzte ki célul, hogy 2050-re klímasemleges lesz. Ezek, van olyan ország, Németország, aki azt tűzte ki célul, hogy tisztán megújuló energiával lesz klímasemleges, aminek még a technikai feltételei nem adottak, viszont nekünk is nagy kihívás jelent az, hogy ezt a célunkat elérjük, amiben a megújulók megkerülhetetlenek, viszont erre fel kell készülni. A Nemzeti Energia és Klímaterv legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint a dekarbonizáció. A terv szerint Magyarország 2050-re bruttó klímasemleges lesz. Az ország a kibocsátást más technológiákkal és faültetéssel fogja semlegesíteni. A napelemek és a napenergia terjedése hazánkban túlzó volt, mondta a kutató. Ez egy nagyon felfutó ágba volt, most van egy kis megtorpanás azzal, hogy a szabályrendszer változik, de jó úton haladunk. Igazából az eddigi felfutás az túlzó volt, amire az ország nem volt felkészülve. Itt gondolok különösen az energiatárolási lehetőségekre, illetve a hálózatfejlesztésre. A szakember szerint a teljes klímasemlegesség elérése 2050-nél is távolabbra tehető.